Vágták a húst, tekerték a darálót, és persze itták a pálinkát a majusi kolbásztöltő verseny résztvevői. Az első alkalommal megrendezésre kerülő versenyen 6 fős csapatok mérhették össze kolbásztöltői tudásukat. Az egyik csoport vezetője azt mondja, ők a verseny hangulata miatt neveztek be. Azért jelentkeztünk erre a versenyre, mert ilyen helyen még nem voltunk, ilyen műsorba, és most hallottuk, és hát mi nem azért jöttünk, hogy győzzünk, azért a társaság meg egy jó buli véget. A kolbásztöltők szabad kezet kaptak a hús ízesítésében, kreativitásukat pedig egy 5 fős zsűri értékelte. A versenyre jelentkezőknek jóformán csak az italt és a fűszereket kellett magukkal hozniuk, minden mást a szervezők álltak. A kolbásztöltő verseny főszervezője szerint hatalmas eredmény, hogy már az első rendezvényre több mint 200 ember érkezett. Számomra ez azt jelzi, hogy Bonyhád környéken egy nagyon szép összefogás van, összetartozás van, és meg lehet mozgatni a tömegeket télen-nyáron egyaránt, és szerencsére jöttek még hozzánk Felvidékről is, és még Erdélyből is ketten. A Felvidéki és a Székely csapatok mellett még 28 Tolna megyei csapat indult az első majusi kolbásztöltő versenyen.